szeretettel üdvözlöm Önöket, kedves hölgyeim és kedves uraim, kedves vendégeink! Ezen a mai ünnepélyes kiállítás megnyitónkon a Csallóközi Múzeum kiállító termében. Ez a mondat 2017-ben 9-szer hangzik majd el a múzeumban. A kulturális intézmény a hagyományoknak megfelelően idén is helyszínt biztosít a képzőművészeti spektrum és a Csallóközi színes ceruzák kiállításoknak, emellett pedig az érdeklődők további érdekes tárlatokra számíthatnak. Március elején nyílik egy kiállítás Robert Viktor Niemecsek Paleo Art című képzőművészeti kiállítására gondolok, amely körülbelül 2 hónapon keresztül mutatja be azokat a nagyon híres barlangrajzokat, sziklarajzokat, amelyek megihlették a művész urat. Augusztusban egy országos képzőművészeti kiállítást tervezünk a szlovákiai országos központtal, a mozgássérült emberek képzőművészeti tevékenységéből rendezendő kiállítás. Szeptember közepétől szeretnénk, ha megvalósulna Kudik Zsolt és felesége Zsirmon Réka híres magyarországi természetfotósok fotókiállítása. Kopos Tibor jubileumi kiállítására készülünk. Utána a nyugoszlovákiai képzőművészeti alap, illetve társulás csoportos kiállítása, és az évet zárnánk a dunaszerdahelyi születésű Iveta Lédererová textilművész és divattervező képzőművész alkotásaival. Mindig szemmel tartjuk azt, hogy a városból, illetve a Csallóközből származó művészeket igyekezzünk a látogatóink számára láthatóvá tenni. Nem sokkal később már a Kortárs Magyar Galériában vagyunk, ahol Iván Péter mutatja a 2017-es kiállítási tervet. A galéria vezető elmondta, hogy minden hónapban új tárlattal várják a közönséget, némileg megújult környezetben. Az első idei kiállítás megnyitó időpontja február 10-e. Kifestettük a kiállítótereket, illetve telepítettünk egy új képfüggesztési rendszert, amellyel modernebben tudjuk már függeszteni a festményeket, grafikákat. Művésztelepünket megszervezzük, ismét lesz a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének nagy kiállítása, ismét nálunk valósul meg az Aranykert művésztelep kiállítása, illetve most az Erátó és az idei éven terítékre kerül a Vermes villában. Bízom benne, hogy a márciusi kiállításunk, amelyre nagyon készülünk, a groteszk gyűjtemény bemutatása az nagy sikert fog aratni majd a látogatóink körében. Azt hiszem, hogy az idei év is hasonlóan változatos lesz az eddigi évekhez. Persze annyiban van megkötve a kezünk, hogy abból válogatunk, akik hozzánk jelentkeznek. Kevés esetben fordul elő az, hogy mi szólítunk meg egy-egy kiállítót, hogy állítson ki nálunk. A Csallóközi Múzeumban és a Kortárs Magyar Galériában a képzőművészeti kiállítások mellett az év során a szokásoknak megfelelően egyéb rendezvények, többek között előadások, beszélgetőestek és koncertek is lesznek.